Na, sziasztok, sziasztok, jó reggelt! Tepi vlogot feltöltöm, szerintem most reggel. Mondjuk tegnap nem voltam a biópolcban. Ma már azért nyugodt éjszakám volt. A 6 órát azt végig aludtam. De most így nagyon jól esett. Tudtam volna még aludni. Még 2 nap van a hétből. Péntek meg a szombat. Tegnap mondom, este kicsit bejelentkezek. Licezgettem, nem voltak valami jó meccsek, de mondom, legalább a kámba is valamennyire a pontot gyűjtögetem. A héten úgyse tudom nagyon belerakni a pontokat. Mert ha így leszek, ilyen állapotban, akkor időm se lesz rá. Nem muszáj pihennem. De ha nem is alszok, akkor is pihenni szoktam. Ha próbálok egy hosszabb live-ot megcsinálni, mondjuk egy fél héttől kezdem, de majd kiderül, hogy hogy jutok oda. Mert időben elaludni nem tudok, mert még mindig benne van az, amikor jól vagyok teljesen, mindig csinálok valamit. Hát igen, ahogy szokták mondani, nem lehet lelőni. Én olyan vagyok, mindig csinálok valamit. Sokszor persze megígérem magamnak, hogy na, most visszáveszek, most pihenek. Abból nem lesz semmi. Csak magamat próbálom hitegetni. Több is hamarabb leszálltam, mert ennek meg úgy jártam, hogy a buszunk lerobbant, amiben jöttünk haza. Mögött elévő jött, ugyan idehozott. Ez volt a szerencsém. Jött szerintem a pótjárat. Ment a busz, csak valamiért elvitték karbantartásra. Mert tudták, hogy van valami baja neki. Mondom, ez nagyon jó. Mondom, hétfőn volt a villamos. Utána átültem egy rossz buszra. Elég fura emberek voltak rajta. Utána újra villamos következett. Utána meg a busz. Úgyhogy a hétfő az ilyen nap volt. Gondolom, a nagy melegben nem bírják ezt a hajtást. Érdekes idő van most, mert pulóvert hoztam magammal. És melegen van nagyon. Érdekes. Visszatérve a Blitzbe, akkor tényleg fogok venni tankokat, vagy csak 1-2-t. Legyen 1-2 újdonság is. Még nem tudom, még mindig nem döntöttem, hogy melyik legyen. Szerintem angoloknál veszek 2-t. Jó kis tankjaik vannak az angoloknak. Hát megveszem a Challengert, meg megveszem a Fordot, másik ilyen tank. Ugye meg is nézem a telón, mert a telón csak azért van letöltve, hogy ha valami eszembe jut dolog.
az idő? 14. Jó időt futok, mint mindig. Akkor van gond, ha még a vasút előtt vagyok ilyenkor. Ez a roller még mindig itt van. Lehet, hogy már nincs benne életerő. Ma meg a munkahelyen 13-tól 14-ig tűz és balesetvédelmi oktatáson. Mondták, hogy szeretnének látni, nem a munkaterületön még, Zoli. Jó, van mondom. Közben meg pont az ilyenen alszik el az ember, mondjuk egész nap pörgök, beülök egy ilyenbe. Majd kiderül, hogy hogy leszek. De muszáj végig hallgatnom a szokásosat. Majd elnevetjük valahogy. Na jó, van, most már ennyi lettem volna. Este meg találkozunk. Sziasztok mindenkinek, kitartást!